Egy szociális térkép elkészítése a feladata annak a programnak, mely az Országos Roma Önkormányzat kezdeményezésére indult el 19 megyében. A megvalósításért mentorhálózat alakult, melyben 200 cigány ember dolgozik 8 órában piacképes bérért. Az ő feladatok az most, ennek a 200 főnek, hogy olyan szociális térképet készítsenek el az Országos Roma Önkormányzat számára, ami megfelelő hiteles képet ad arról, hogy kik azok az emberek, kik azok a cigány emberek, akiket az elsődleges munkaerőpiacra, akár már októberben el tudunk vinni, ki tudunk vinni, és több ezer fős létszában tudunk foglalkoztatni. A foglalkoztatási program a kormány támogatásával valósul meg. Ígéretünk van arról, hogy akár nagy beruházásokon biztosítanak folyamatos munkalehetőséget roma emberek számára, folytatta az önkormányzat elnöke. Abban az esetben, ha a cigány embereknek megfelelő jövedelmük van, akkor a szocializációs kérdések is megoldottá fognak válni, akár az oktatás, akár a lakhatás, vagy akár az egészségügy. A megfelelő foglalkoztatás nélkül ezeket nem fogjuk tudni megoldani, ezt a kormány is, és a megfelelő helyen a vezetők is átlátták, és azt gondolom, hogy ebben minden segítséget megadnak. Ha ezek megvalósulnak, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly lehetőség lesz, és igen komoly problémára fogunk tudni pontot tenni. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke a Németkéren tartott multikulturális roma napon beszélt a kezdeményezésről. Mint elmondta, véleménye szerint a közösségépítés szempontjából nagyon fontosak ezek a politikamentes rendezvények, melyek megvalósítását szervezetük anyagilag is támogatja. A németkéri programhoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600 ezer forinttal járult hozzá, és helyi vállalkozók is segítettek. Lesznek Kajdasról, lesznek tulajdonképpen itt a megyén belülről, utána jön Komlóról a Fekete Láng táncegyüttes, és ezt követően majd, ami a multikultúráját megadja ennek a dolognak, a Mohácsi Tambura zenekar, akik magyar nótákat, cigány nótákat, a szerb-horvát zenét fogják majd itt helybe megelevíteni. Itt mindenki egyforma, aki ide lejön hozzánk, az mindegy, hogy cigány, magyar, horvát, tót, szerb, német, az ezen a rendezvényen megtisztel bennünket, mi meg megtiszteljük azzal, hogy vendégül látjuk. A kulturális program mellett finom falatok is várták a rendezvény vendégeit. Kétféle roma szokás szerint főzött pörkölt készült, mintegy 90 kilónyi húsból. A fiúk segítettek benne, közösen ízesítettük, közösen raktuk föl az ételt, roma szokás szerint, és disznópörköltet készítettünk, vagy disznópörköltet felajánlás útján kaptuk az anyagot hozzá, és elkészült. A rendezvényre a környékbeli településekről is érkeztek résztvevők. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke mellett több megyéből is vendégül látták a roma szervezetek vezetőit a németkéri multikulturális napon.